már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. No, hát az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt években nőtt a K plusz F minősítést kérő vállalkozások száma, és hogy ezt a minősítést meg tudják szerezni könnyedén, ehhez a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal egy fehér könyvet is készített. Erről fogunk beszélgetni Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Örvendetes ez a nagy érdeklődés a K plusz F minősítés iránt, de mi ez a K plusz F minősítés, és vajon mi hajtja azokat a vállalkozásokat, akik egyre nagyobb számban igyekeznek ezt megszerezni? Hát, hogy visszautaljak az előző idézetre, nem a sóvárgás, hanem sokkal inkább egy gazdasági racionalitás. Viszont a gazdasági racionalitás abban van, hogy aki kutat, fejleszt vagy innovál, ő adókedvezményt kaphat, vagy aki kutat, fejleszt, innovál, annak különböző támogatási lehetőségekhez való hozzáférése van. Akár Európai Uniós, akár valamilyen közösségi, akár pedig hazai költségvetési forrásból származó támogatások és különböző pályázati lehetőségek kapcsán. És ez a minősítés azt teszi lehetővé, hogy akár az adókedvezmények irányába, akár a pályázatok vagy források irányába, aki szeretne elindulni, az ezzel a minősítéssel elég komoly garanciákkal tud belefogni egy ilyenfajta munkába. Ez a minősítés, ez tulajdonképpen mit jelent? Egy dokumentum, egy pecsét, vagy ennél azért többről van szó? Egy kicsivel többről van szó, hisz itt gyakorlatilag egy fejlesztési projektet minősítünk, annak a kutatás, fejlesztés és innovációs tartalmát. Azt nézzük meg, hogy az adott tevékenységek, amelyeket a projektben szeretne megvalósítani egy gazdasági egység, ez lehet vállalat, vállalkozás, egyetem, kutatóműhely, bárki, hogy ezek a tevékenységek mennyire felelnek meg a KFI törvényben foglalt előírásoknak és azoknak a metodikáknak, amelyeket egy Frescati módszertan vagy kézikönyv az, ami igazából ilyen értelemben leírt és meghatározott. És ennek a megfelelésével lehet biztosítani azt, hogy amelyik tevékenység ilyen mód megfelel ennek a leírásnak, az már adókedvezményre jogosult. Aztán megyünk egy szinten mélyebbre, és megnézzük, hogy az adott tevékenység, amit a projektben szeretnének megoldani, az alapkutatásnak számít-e, kísérleti fejlesztésnek számít-e, alkalmazott kutatásnak számít-e, és attól függően, hogy melyik kategóriába sorolandó, más-más támogatás intenzitást lehet elérni a különböző pályázatoknál. És ez egy másik olyan jellegű döntési pont, amelynek a vizsgálata, elemzése és ilyen értelemben lett minősítése egy fontos kimenetet jelent. Ezzel a határozattal, amit ilyen értelemben a hivatal kiállít, ha egy vállalkozás már a forrásokért jelentkezik, és utána elindítja ezt a projektet, majd adott helyzetben esetleg valamilyen ellenőrzést kap, akkor ezen az ellenőrzésen kellő biztonsággal tudja felmutatni azt, hogy igen, ez egy hatóság ilyen értelemben nálunk már megvizsgálta, ez van a hátterében, és azért elég jó a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a minősítési hírneve abban az értelemben, hogy az ellenőrző hatóságok, amikor látják, hogy ilyen minősítéssel rendelkezik valaki egy projekthez kapcsolódóan, akkor ott már ezeket az ellenőrzéseket lényegesen egyszerűbben tudják lefolytatni, illetve lényegesen egyszerűbben adják meg azt a tovább lépési lehetőséget, amit mondjuk egy ellenőrzés során. Amúgy, hogyha nincs ilyen, elég mélyen elemeznek és utána még kutakodnak. Térjünk vissza a fehér könyvre. Ennek a megszületését mi okozta? Az, hogy a minősítés során lehetett látni, hogy azért vannak tipikus hibák, amit elkövetnek a vállalkozások, vagy ez egy ilyen proaktív kezdeményezés, hogy aki ebbe belekezd ebbe a folyamatba, az kézen fogja ez a fehér könyv, és végigviszi úgy, hogy minél kevesebb idővel és energiával ezt meg tudja szerezni ezt a minősítést.
ez is, az is, mind a kettő. Sőt, van egy harmadik is, ami igazából arról szólt, hogy ez egy döntéshozók felé is irányuló szándék, ez a fehér könyv. Nagyon sok kutatásfejlesztés és innovációs forrás van, amit el lehet érni. Ezeknek a forrásoknak a forrásgazdái más-más minősítési eljárást alkalmaztak ez idáig. Ezek az eljárásokat szeretnénk ilyen értelemben egységesített egy módszertan mentén megmutatni, ez a fehér könyv, mert egyrészt a döntéshozók felé is jelzés, hogy érdemes ezt a fajta metodikát használni, így lehet egységes mondjuk egy NAV-hoz, egy forrásrendszerhez kapcsolódó projekt, kutatásfejlesztési projektnek a minősítése. Másrészt pedig nyilván azok felé, akik ezt alkalmazni szeretnék, olyan értelemben, hogy ők egy gazdasági szereplők, szeretnének egy kutatásfejlesztési projektet megvalósítani, és kellő garanciákat szeretnének arra, hogy biztosan végig mehessen ez a fejlesztés. Ehhez előzetesen egy ilyen jellegű módszertant adunk, ami segít gyakorlati példákon keresztül megmutatva azt, hogy milyen lépésekkel lehet felkészülni akár egy ilyen minősítésre, és mit kell ahhoz tenniük, hogy utána később akár egy projekt finanszírozás, vagy akár egy projekt ellenőrzés kapcsán ne kerüljenek bajba. Elnök úr nem tudhatja, de morgós szerdánk van, ilyenkor szoktuk leereszteni a fáradt gőzt és mindenféle napi apró cseprő ügyeinkkel morogni, és én ma reggel azzal kezdtem a műsort, hogy nagyon megviselt az idegrendszeremet, hogy nehéz online módon ügyfélazonosítási tevékenységet végrehajtani egy bankba, hogy ilyen nyakatekerten fogalmazzak, úgyhogy félve kérdezem, hogy ezzel a fehér könyvvel felvértezve lehet-e ezt a K plusz F minősítést online megejteni az STNH-nál? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Nagy-nagy büszkeségünkre. Nagyon sokat dolgoztunk ezen az elmúlt egy-másfél évben, hogy olyan jellegű űrlapokat, olyan jellegű elektronikusan beadható lehetőséget biztosítsunk, amin keresztül ezzel végigvihető. Ráadásul azt a fajta elvet választottuk magának a KFI minősítésnek a lebonyolításában, hogy nagyon szívesen konzultálunk előzetesen, mielőtt még beadásra kerül bármiféle fajta papíros az adott ügyfelekkel. Tesszük ezt azért, hogy rávilágítsunk bizonyos jellegű kérdésekre, melyeket milyen szempontból hogyan kell leírni, megfogalmazni, összerakni ahhoz, hogy a minősítés sikeres legyen, hisz mindenkinek az az érdeke, hogy amennyire lehet, hogyha már valaki tényleg belefog egy kutatásfejlesztés innovációs projektbe, akkor a sikerrel záródjon. Tehát emögött van egyfajta konzultációs szándék, és van mögött egy olyan jellegű segítő akarat, ami azt mondja, hogy hasznosítsuk jól, vagy működtessük jól azt a projektet, ami aztán utána hasznosítani tudja ezeket az eredményeket. Fú, nagyon jó híreket kaptunk, köszönjük szépen, és akkor sok sikert a fehér könyv működtetéséhez. Köszönjük szépen. Minden jót, szép napot kívánunk. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével beszélgettünk, hogy hogy lehet a K plusz F projektekben sikeres egy vállalkozás, ehhez adtunk fogóckodót egy fehér könyv formájában. A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. Egy hallgató tovább gondolta az aranyköpést, ezt mindenképpen ide bígyeztem. Amire nagyon sóvárogva vágyunk, mindegy, mikor kapjuk meg, az nagyon hosszú időnek fog tűnni. Mondhatta volna akármelyik nagy ember, nem? És jó. Természetesen. De nem tudhatjuk, hogy a hallgató esetleg nem nagy embere, úgyhogy én nem revideálnám erre, hogy mondhatta volna bármelyik nagy ember. Mondta egy nagy ember, ennyi elég. Jó, így van. Na hát, múlt héten megúsztam a Red Hot Chili Peppers rajongók haragját, most újabb kísérletet teszek, hogy fölbosszantsak néhány rajongót.